Nagyon jól menjen! Ismét egy kis horror! Na, ez most jó volt. Itt vagyunk ismét egy kis horrorral. Amnézia. Malacoknak a gép. Gép malacoknak. Na mehet is. Sziasztok, hello! Igazából nem vágom, hogy ez most folytatás, vagy hogy kapcsolódik, de majd mindszerűen kiderül. Sziasztok, hello! Ez tulajdonképpen már az. És ismét egy kis horror. És ismét. Ez már a játék? Aki bestiává teszi önmagát, kiszakítja magát az emberi lét fájdalmából. Dr. Samuel. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Kidőlt. Hú! Iszonyat buli volt itt. Egy ketrec ágy. Álmaimban egy férfit látok, jaguárbőrbe és tollakba öltözött véres szentként. Ami a szívből jött, beolajozott minket, léptei szétzúzták a gonoszt és mindannyiunkat felszabadított. A dzsungel bűzös forrósága a homlokom mögött tükröződik. A halántékom lüktet, a koponyámban forra vér. Olyan, mintha valami élőlény lenne odabenn, egy patkány, egy rohadt patkány rágja át magát az agyamon, hogy kijusson a világra. Még az ópium oldat sem csillapítja végtelen éhségét. Hallom a gyermekeimet a padláson játszani, de mindez gyűlölettel tölt el, nem szeretettel. Vajon mik ezek a szörnyű gondolatok? Jöttököm. Malac fej.
Ás nem volt itt, nem? Nem is lehet. Daddy, daddy, find us! Meg baszódjál meg, nyugi. Le vannak lakatolva. Edwin és Enoch naplóbejegyzés 1999. október 11-e. Apu azt mondja, idén nem lesz karácsony, mert túl elfogja. Gondoldás! Na gyerünk, hadd menjen. Köszi, köszi. A Dada azt mondja, nem szabad zavarnunk, mert mindig nagyon elfoglalt. Már dolgozik, mire a Dada felébreszt minket, és gyakran már alszunk, mire visszatér. Találtunk egy törött szárnyú madarat a kertben. Odaadtuk a Dadának, aki azt mondta, hogy ez egy piszkos állat, és agyonütötte a sodrófával. Később, amikor már mindenki aludt, lelopóztunk a földszintre, hogy eltemessük. Volt egy malac a kertben, hallottuk, ahogy szortyog, aztán kijött apa és azt mondta, hogy azonnal menjünk be. Nagyon mérges volt, és szerintünk előtte megint sírt. Jaj, uram, engem bántanak, nekem hideg nyállal kenik homlokom is, és bizonyos tekintetben mindig rúgnak hátulról, jaj, roppant hideg hagymákat eszek, és nekem kezeim ragadnak, jaj, tele van a föld bélőről kukacokkal, és most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké, jaj Istenem, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal, és fekete földben sötét homokot eszik ragadós gombócokba összeragadva, jaj, keserű így az élet, azért, mondom, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön, bizó. Bizó. Igen. Mondta, ismerem ezeket a romokat.
Piszkos fazon volt, bűzött valami kegyetlen betegségtől. Láttam, hogy furán néz rám, mintha tényleg tudni akarta volna, honnan tudok róluk. Ellenállva a kísértésnek, hogy letépjem a füleit az arcátlanságért, egyszerűen mosolyogtam és azt mondtam neki, hogy a család könyvtárban volt egy két érdekes útikönyv. Az a műveletlen fajonkó persze nem értette ezt, de beleegyezett, hogy vezessen minket. Őszintén megmondtam a gyerekeknek, hogy ez egy valóban különleges kaland lesz. Ha azok a régi kövek valóban annyit érnek, mint amennyire gondolok, akkor ezt még sok másik fogja követni. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have concerns. Póker se puska. November 7. A bank visszautasította a hitelkérelmet a tudatlan disznó. Éjszaka egyedül ülök és zokogok, amikor a gyerekek és a szolgák már mélyen alszanak, amikor már nem hallhatnak engem. Drágám, milyen nagy szükségem lenne most rád? Azt mondják, elpazaroltam a vagyonomat, hogy a befektetésem ezekben a legújabb gépekben tönkretette a család hírnevét. Miért? Helyi hentesnek kellett volna maradnom? Mi ez a két kar ahhoz a sokasághoz képest, amely alkalmazható fizetség nélkül, fáradtság nélkül a szövőszékekben és a malmokban használt mechanizmusok alkalmazásán keresztül? De ha a bank keresztül szövi, amit tervez, ez mind semmivé lesz. Ha ide jönnek, hogy elvegyék a házat, esküszöm, hogy megölöm őket. Megölöm mindet. Előveszem a puskámat. A puskámat! Jó.
az óramű és a lélek. A csele nem kielégítő, mint egy szivattyú. Inkább a bélcsatorna, mint egy bélgiliszta, amelybe már behatoltak és tenyésznek. A sárga rész jobb, mint a vörös rész, sokkal ellenállóbb. A csonthoz szálakat vartak, hogy összetartsák azokat. Velőcső eltávolítás tűzúrás lehetőségével. Az összetett csere reagálni fog az elektromágneses erőre, hogy növelje a hozamot, a szérum felgyorsított helyreállítást biztosít, amelynek 2-3 napon belül természetes mozgás az eredménye. Az alanyok homloklebenyét még el kell távolítani, hogy csökkentsük az emocionális fájdalmat a reaktiváláskor. Francba! Francba! Francba ezzel a nyomorult élekkel! Bárcsak óramű lenne! Basz. Hit me! Spank! Spank! This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat, ripe. Itt voltunk, nem? Tehát be lehet látni izén keresztül, mindenen keresztül, mindenhova. Tükrökön. Az a frána padlás ne lecsegne. Frána. Edwinich és Enoch. Naplóbejegyzés 1899. október 3-a. Apu azt mondja, nem játszhatunk többi az állatokkal. Éppen bolyocskáztunk Kukkal, ő pedig kijött és ránk kiabált, épp amikor morgós mackó úr mögé akartunk bújni. Kuk azt mondja, a bent lévő fegyverek miatt van, de apu mindig engedi, hogy segítsünk fényesíteni őket, szóval nem ez lehet az oka. Azt a szobát amúgy is kísértetek lakják. Audolopodzol éjszaka, hallani lehet a szellemeket a falakban a ládák mögött. Gyakran mérgesek, vagy legalábbis úgy hallatszik. Szerintünk ezért lehet hallani, ahogy csörgetik a láncukat, csapkodják az ajtót és ilyenek. Bárhogy is legyen, nem szeretünk abban a szobában lenni. Csak. I must say, my dear man, you look awful. Yes, sir. I seem to have picked up something rather nasty. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Ez 1899. december 20-a. Látogatom lesz a kiváló A professzor. Azért jön, hogy megbizonyosodjon a mentális állapotomról, mivel régóta nem jártam a klubban. De nem vagyok hülye.
Azért jön, hogy kémkedjen nekik. Amikor zaklatták hasfelmetszőt, gyakran hívták szakértőnek zúzott sebek és hiányzó szervek kapcsán. És most ide jön hozzám, kalapot emel és hízeleg, uramnak szólít és azt mondja, hogy még mindig biztosan gyászol. És csak egy röpke pillantást vetnék a gépeire, a kor vívmányaira. Nem tud semmit a veszteségekről, az áldozatokról. De visszautasítani? Az csak a méhkas megbolygatása lenne, ami betalakodók és tolvajok hadát hívná ide. Szórakoztatnom kell ezt a pojácát és engednem az erőszakoskodásának. Lehet, hogy meg kéne mutatnom neki a belsőség feldolgozót. Lássuk, bírje az ügyetlenül élve boncolt, utcalányok beleinek kotorászásán edződött gyomra az aranykor valódi motorjaiba való betekintést. Lehet, hogy még Jacknek is bemutatom, vagy legalább a fiának. Már erősebb zárak vannak az ablakokon, és oda visszük nekik a játékaikat. Cody! Hol a faszba vagyok? Most itt miért volt jó? Nem látok itt semmi mást, amit nem. Hmm.
másik oldal. Children. Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. Ah. Where should I go? Hello? Hello? Basz meg. Köszi. Oh. Mit lehetne ebbe bele? Semmit. Biztos nem, tehát itt nincsen itemek, nincsenek itemjeim. Ha nem innen valamit, akkor semmit. Can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction?
Vén Szalija a babaházban. Szuszogva csoszog él az ajtóthoz, kínos köténye egészen a földig ér, szőkék a tincsei és porcelánkékek a szemei, mint egy félig betemetett kéz, a téli havazásban, mint egy kéz, a téli havazásban. Almát kér a félig nyitott ablakon át, arca nem látszik, de szemei lángolnak, és bár szép keblei csábítanak, megragad, kiránt és megeszi a szívedet, kiránt és megeszi a szívedet, viselkedj hát rendesen, ha jön az új év, nehogy Szali álmáért jöjjön, drágám, és tudd, hogy egyes ajtókat nem szabad kitárni, óvakodj apáttól, és maradj bent biztonságban, bizonságban. Az engedetlen gyermekek lesznek Szalié vacsorája, és megtöltik Szalié gonosz bendőjét. De kurva jó ez most. Baszamad a Szalié. Ennyi. Már ez is be van zárva. Amit közé ír. Múlt héten volt az első rész. Ouch. Innen már nem menjünk vissza mostanában. Ez 1899. június 3-a. Most már értem, hogy a Kosztól
való félelmem abból a betegségből ered, amit a dzsungelbeli elveszett templomok megmászásakor szedtem össze. Olyan, mintha azok a tiszta, az emberiség szennyétől mentes helyek bevésődtek volna a lelkembe és érzékenyítettek arra, ami itt van. A félelem az, ami mindannyiunkat a helyén tart, és a hústól való félelem a hús tönkretétele a legnagyobb mind közül. Rosszul vagyok tőle, összetörtem, de olyan gépeket fogok építeni, amelyek megfékezik ezt a járványt és mindannyiunkat meggyógyítanak. Egy új évszázad közeleg. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Ökiri. De kell a cucc. Egy másik. Kiemelni a fát.
bandaged feet and eyes, small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Von Reichenbach az ódikus erőről ír, miközben a sarlatán Blatowski a lélekről emelkedik. Mindketten kretének. Azt gondolják, valaki ilyen magasságokba juthat anélkül, hogy ne kellene először hányáson beleken és egy rakás csonton átgázolnia? Moctezuma bölcsebb volt. De itt acéltemplomainkban láttam egy ember elevágott fejét, akit nem sokkal azelőtt egy elszabadult vagon gázolt el, ahogyan a Brandenburg vegyület oldatában alámerülve kinyitja szemeit és azt ordítja. Hol vannak a lábaik, uram? Hova lett a testem? Áttörjük a halál korlátait. Ó, drága Lilim, neked már túl késő, de megígérem, a gyermekeinket megmentem a haláltól, és ha kell, visszahozom őket a sötétségbe ezzel a csodálatos készítménnyel. Hozzak egy olyan lekváros cuccot. Nem tudom, hogy bazeg, itt van valami. Ott volt valami. Na jó. Már is jövök. Jövök. Köfi.
Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Ezek vannak olyanok, mint amikor Jump Kingbe kurva nagy ötesel. Nyilván más. Extraordinary. And you built it all. Good God, man. You have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine, and... Kicsit javörös lettem. Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Mi a faszom ez? Visszamegyünk az időbe? Fertőtlenítettünk. Hello, Richie. Május 1. És mi van, ha fel tudnánk egyenesedni és járni, ahogyan az ember? Mi van, ha kihasználjuk az állatokat? Énekelnének, megtalálnák a saját istenüket? Láttam már ilyet, és most megmondom neked, hogy nem. Nem fognak. De boldogan hűséget fogadnak egy istennek, aki lögdösi őket és imádják. Arra jutottam, hogy ebben nem különböznek a tömegtől. Nagyon is hasonlítanak ránk. Amint ezt a megmásíthatatlan küszöböt átlépjük, rajtunk is békjó lesz, és meg kell szabadulnunk. Az ember megszabadításához pedig lekaszaboljuk az embert, ahhoz, hogy ezt a nagy evolúciós vonalat átlépjük, először fel kell festeni azt. Micsoda posztó. Azt is a kedvenc zene. De ne vigye el.
1899. augusztus 22-e. Amerikában arról beszélnek, hogy a városokat az égig építik. Számomra ez ostobaságnak tűnik. De lehet, hogy csak amiatt van, hogy ezt a nemzetet saját történelem nélkül alapították. Mi a történelmünkön sétálunk, bele van sűrítve az agyagos földbe a lábunk alatt. Az alkalmazott mérnökeink beszéltek erről. Arról beszéltek, hogy a föld alatti építésekor milyen sok régebbi alagút elágazással találkoztak. Milyen paloták vannak alánk temetve? Ásunk és ásunk, felteljük és újra kisajátítjuk, amit találunk. Az építészem szerint a bolygó közepén van egy nagy vasgolyó. Az a világ tojása. Valakinek protkó? Hiányzik valaki protkója, Ádám? ...1899. október 11-e. A vegyipar legújabb vívmányait alkalmazzuk. Egy kevés ópiumoldat, származékot teszünk a táplálékba, hogy tompítsuk a terméket, még mielőtt megkezdődne a folyamat. Ez azt jelenti, hogy amikor a ketrezbe odahúzzuk őket a gépsorhoz, sokkal kevésbé valószínű, hogy pánikolnak, kárt tesznek a gép alkatrészeiben, más termékekben vagy önmagukban. A szalag ezen része gumiborítású és jól megvilágított, hogy fenntartsa a jó kedvet, valamint arra is rájöttünk, hogyha megfelelő helyekre gramofonokat helyezünk és egyszerű akusztikus erősítő csöveket teszünk a gépsor köré, akkor a zene segítségével tovább nyugtathatjuk a terméket. Azt vettük észre, hogy Debussy különösen hatékony erre a célra. Ne bassz. Snook. This Snook. This ...1999. szeptember 28-a. Azt mondják, képzel egy gépet, amely egy nap úgy gondolkozik majd, mint egy ember. Mintha ez olyan jó lenne. Van, aki majd, hogy nem dicsekszik azzal, hogy olyan embert teremtett, ami úgy szaporodik, mint a disznók. Férfiak és nők, négy kézláb össze-vissza bőknek, kilövelve mocskos kis magjaikat az utcákra, a sikátorokban és a csatornákban szabadon áramlik közösülésük terméke. A levegő sűrű nyögdöcseléseiktől, a testek tele vannak a saját nedveikkel, olyan világot alkottunk, ahol az ember annyira közönségessé vált, hogy a magjait minden mellette elhalad a óra, kiszórja. És mégis ez az az állapot, amire babage vágyakozott. Nyilván nem így mondják. Nem, ez nem az a gép, amit keresünk. Az ilyen lény nem kevesebb, mint egy istenség, amely előtt térdre hullanának hullanánk és imádnánk. Nem a veszekedéshez és gyűlölködéshez kell isteneket kreálnunk, azért létezzenek, hogy megtisztítsák a világot és megszabadítsanak minket. Elutasítom Babbage gondolatait és elutasítom a kormányembereit is. Adjuk a malcokat párosodni a csatornákban, amíg lehet, hogy aztán hamarosan kikaparhassuk őket és megkönnyítsük a felemelkedésüket.
Babázs. Vagy babázs, az is jó. Babázs. Portás fülkénél. Semmi. Nem lesz lehet tekergetni. De meg kell töltenünk valami hordót, vagy valamit. Innen jöttünk. Szállítási ütemterv. Hogy a pokolba tartsuk be az átkozott ütemezést, ha még az alapvető felszerelés sem úgy működik, ahogy kellene? Ezek az átkozott teherautók csak a töredékét teszik meg a rohadt benzin kifogyásáig annak a távolságnak, amit az öreg Gebén megtett annó. Az öreg azt mondja, ez rendben van és hogy egy csomó kút van a gyáron kívül, ahol feltöltetik őket, de aztán mindig az van, hogy visszed a kannát a teherautóról a legközelebbi kúthoz, aztán ami a raktárban van, az megint üres. Nem csavaroghattam egész nap azt a kurblit, csavargathatom egész nap azt a kurblit, hogy aztán kiderüljön, hogy üres a tartály. Na mindegy, elég volt már, megyek aludni. Amúgy sem akar senki se az átkozott temetőbe bemenni. Harry, ha megkapod ezt az üzenetet, találkozunk a Damson templárban egy korsóra. Come on, papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Mi a bazáros majom farka? Nyilván ezt kell megtölteni. Más nem lehet. Ha
kurva élet. És hogy indítsam útnak? Ja. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Ajó. November 23. Két gyertya, amely a központi szent akarata szerint hajlik és fényét a kápolna sarkaiba vetíti. Azt hittem, Jeremiah atyára rábízhatom a titkot, de ő is csak olyan, mint a többi. Így az öreg pap odament a ketrecekhez a nyájával, és azt mondta, be fog lépni a világunkba velük. Igazi pásztor. Nem kell félni, nincs semmi. Jeremiah atya naplója 1899. október 1-e. Már ők seregenek hozzánk, míg régebben nekem kellett közéjük járnom, hogy megváltást hozzak az életükbe. Most télen a meleg vonzására is a Mandus úrtól kapott ételek miatt a templomom tele van és az oltalmazottaim megmenekültek. Ő is közöttük jár és majdhogy nem istenítik. Nem fogja engedni nekik, hogy a gyárában dolgozzanak, mert azt állítja, hogy a munkásai külön képzést kaptak az általa használt új gépekhez. És felelőtlenség, sőt etikátlan lenne, hogy ilyen becses ételeket, életeket kockáztasson, amiket itt lát.
Mexikó megváltoztatta őt. Dicséretes, hogy ilyen megdöbbentő tragédiával szembenézve a beteg ágy a börtönéből az egyik legnagyszerűbb és legjótékonyabb szervezetet irányítja egész Londonban. Nem elégedve azzal, hogy az országvezető élelmiszergyártó cége az övé, a jókratából ételt és italt oszt a szegényeknek, ő pedig hálával gyűlnek össze királysága körül. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Köszi. Az utolsó gondolatok. Milyen exhumálás ez? Milyen rothadt gyümölcs? Milyen összefoltozott részek? Kétlem, hogy valahol megtalálnak engem, de azért hátrahagyom neked ezt a bűzlő félhomályban lekapart jegyzetet, miközben a hóhérom lent csoszogsz raptársam, így raptársaim sírnak és sikítoznak. A szürkeségben én pedig várom, hogy kopogjanak a ketrecemen, ami azt jelzi, végre én vagyok a soros, hogy megkezdjem utamat a sötétbe. Sok értelme volt ott átmászni. Yeah.
father. No, Bú. Oldani. Passzájba. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government, they make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages. The issue, the
sucker one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. október 18. Egy sor gyűjtő nyílást raktunk a plafonra a gyártósor ezen szakaszán. A kávítás és a kivéreztetés során a termék gyakran bocsát ki büdös gőzöket az emésztő rendszeréből. Amit össze lehet gyűjteni, cseppfolyósítani és használni a metán kazánban a motor meghajtására. Így minél több termék kerül feldolgozásra, annál több energia válik elérhetővé a gép számára, és nő a produktivitás. Egy egyszerű zsenialitás, amely magában foglalja az önszabályozó automatizálás előnyeit. Light 6-os is van. 3-as és 6-os. Négy ment a másikban. Ott még egy, vagy mi? Sötét van, benne szarjál lő. Köszi. Köszi. Hát de most akkor mi?
Mi fasz van? Most mi a fasz van? Nyugi. Van. Itt nem látok. De miért ez egy... És ez kajak eddig nem volt tolva? Nem toltam föl. Na, érted. Villogásnál jó. Bújjon a röfi, vigyázz, Conti! Hát
Van már. Köszi. Raúl. Basszátok meg. Nagyon megbaszott. Jó lehet egy ilyen utazni. Aha. A szövet csoportok asszimilációjának megkönnyítéséhez egy keverék szükséges, különben a sejtek nem fognak kötődni. A nem kötődő alanyoktól azonnal meg kell szabadulni hamvasztás segítségével, vagy a folyamatos alaktalan változás veszélye áll fenn. Ez kellemetlen. Elegendő egy rész Brennenburg életinfúzió és egy rész orgoneszencia desperziós folyadék egyszerű elegye. Ez intézhető intravénásan, az anyoknál, az újra összerakás követően a kötés fenntartásához. Az elegy nem stabil és különösen fényérzékeny, ha egyszer a testbe kerül, a Schumann lámpa használható keverék aktiválására, de a testen kívül nagyon maró, még kis mennyiségű fémet is meg tud semmisíteni. Az MP piramisa.
Visitáról. Egy figyelmeztetés. Gyulladás, égető érzés. Vér folyik minden nyilásból, elől és hátul, a lábaimon csirog le a vér és az ürülék. Kihánytam a tüdőm, a szerveim vércsomóit a mocskos kőre ejtem. Idd meg ezt, mondja, és én megittam, megtettem a változások miatt, morajlanak bennem, kitűszentettem a fogaimat, és szétszorodtak, mint az egerek a sötétben. Nem találom meg mindet. Összegyűjtöttem, amit tudtam, visszanyomtam a szürke innyenbe az ujjaimmal, de a körmeim mind sárosak és kihullanak. Itt megmondja, segíteni fog lenyomni a lázt, mert nem mindegyikünk bírja a változást. Másik asztalon egy szörny van a takaró alatt. Sosem akartam alá nézni, de ő is megitta, beadta neki a takaró alá, és hallottam, ahogy iszik. Drága mindenható Isten, hogy szarhat egy ember ennyi vért, és maradhat mégis életben? Wow. Mi a fasz? Most mi van? It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Nem arról. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Mi van?
1999. augusztus 20-a. Ma átvettem még egy adag gyenge elméjűt. Ők az emberiség lekítványa példányai, akiket valaha láttam. Senki sem kérdezi, hova kerülnek. A bedlami hatóságok igazán örülnek, hogy csökken a túlzsúfoltság a nyüzsgő bűzlőtermekben. Lemérjük a koponyájukat, ellenőrzzük a fogaikat. Ópiumodatot kapnak, hogy lenyugodjanak. Sorba állnak. Haszonállatok. Buta balra szemekkel és mocskos bőrrel. Sokan maguk alá piszkítanak várakozás közben. A kezelőbe csöndben esnek bele. Hallom a gázkiszegését. Hallom az ostoba nyöszörgést, ahogy eltávolítják a fogaikat, ahogy újra rendezik a csontjaikat. Hallom, ahogy sivítanak a disznók. Eltávolítottuk az összes tükröt. A folyamat után tükörképük zavarja őket a legjobban. Aztán, amikor alszanak, járkálok közöttük. Gyermekeim, csuttogom álmukban, most már a gyermekeim vagytok. Újra vannak gyermekeim, és ti tökéletlen formátok lesznek a motoré, hogy újra keringjen bennem a vér. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be! Sabotaged. You will have to find another way to the tunnel. Take care in this place, Mandus. It is the crucible of the evil that stalks these corridors. Nem jött velem tovább a lépcsőn. Nem lehet amúgy tovább vinni, nem engedi. Vedd de. De akkor mi beakadt? Beakadt lába. Volt egy Cody. augusztus 4. További kísérletek az X-vegyülettel. Fogtam a kutyát és adtam neki egy strihinini injekciót. A várt rángatózás és görcsök után nem sokkal éjfélt követően el is pusztult. A tetemet belehelyeztem egy nagy tartály X-vegyületbe, majd 3,5 percig az indukciós tekersből váltóáramot vezettem bele.
Részleges visszatérést értem el vele. De a halál előtti károsodások megmaradtak, az újjáélesztés után is a kutya, így a kutya továbbra is akut strihin mérgezésben szenvedett, még golyót nem eresztettem a koponyájába. De fulladást? Talán igen. Hiszen ez az öngyilkosság legkevésbé fájdalmas módja. Ha valaki megfulladna a tüdejébe, került víz, X vegyületes elérése elméletileg tökéletes módszer lehet az újjáélesztésre. Hol használom? Nagyon sok helyen nem lehet. De mi?
Voltam. De hogy jutatjuk be? Itt nem látok. Ilyenkor be kell mondani. Ezeket nem lehet újra kinyitni. Visszakapcsolni nem lehet a gépet. De ki van itt? 29 éve. Köszi szépen, Krisz. Nagyon szépen köszi a 29. évet. Tulajdonképpen köszönöm szépen. A kontinens ünnepel. Hát én most itt ezt most nem tudom. Tehát nem, nincs rá erre külön gomb, hogy használom magamon. De akkor mi? Még csak az se, hogy inventory van vagy valami. Minek lehet ezeket ilyen mozgatni? Hát bazak, hogyha itt kiderül, mi van?
Rövni fogok és ugatni. Tehát... azt tudom még elkezdeni, neki kell dobni valaminek. Lehet egyetán dobni? Hát ez szúzás. De várjál, még itt nem jó valami. De várjál, a lámpával. Ah, jó, és akkor így kell a lámpa. Jó. Hogy konkrétan én csak ezt nem próbáltam ki. Nem érted, valamire a szék miatt akartam, vagy nem tudom mit akartam, mert a széken lehetett mindent nyomkodni. Persze, hogy be akartam. Hát a szék miatt értre, hogy ott volt, meg pont ott volt a izé is. A lámpa is. A szék előtt a széket lehetett mozgatni, vagy nem tudom. Nyugi. Ez 1999. október 22-e. Természetesen miután kivérzett a terméket, le kell forrázni, szőrtelenítani és lekaparni a fellógatáshoz és kizsigerléshez. Ehhez áthatjuk őket a gőztárolón, amelyet állandó hőmérsékleten tart a motorokból származó felesleges nagynyomású hő, amelyet a kazánon és egy sor részcsőben keresztül vezetünk egy kőkamrába, közvetlenül a műhaj alá. Műhely. A gép közepén van egy komponens, amelyet folyamatosan alacsony hőmérsékleten kell tartani, ez irányítja a termék feldolgozásának műveleteit a rendszerbe. Emellett a hűtés különösen fontos a termék minőségének biztosításában, és ehhez szintén szükséges a gép bizonyos részeiről a hőt elvezetni. Ezért két problémát oldottunk meg egyszerre, a hőelvezetését néhány területről és más részek magasabb hőszükségletét. A vezető panelek hőt vonzanak a hőáramlás elvén keresztül, amelyet a kazán szabályoz, és fagyos levegőt küld néhány csövön keresztül az egyik irányba, illetve extra forró gőzt a másikba. Ez a 70 kiló szar. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, this stench! This fecal matter is the true product of the age. Lehet látni ott. Visszatért, bazd meg! De kurva jó ez most. Ez 1999. augusztus 1.
A régi alakúak közül több kitört a gyűjtő területükről és megszökött a csatornákba. A korlátaim már emlékeztetnek. Ez nem Shen, és én nem vagyok eleje a hú. Legalábbis mi nem teljesen. Köztes ajtó nyitva tartásából származó hő a hibás. Nem tehetünk egyszerűen hűtőfolyadékot köréjük, ahogy középen tesszük, ahol a kapu van. Az újabb változatokat biztonságban tartja a tornyok fagyos hőmérséklete. Itt fent, ahol a levegő forró és büdös, túlmelegednek és a kettősségük darabokra tépi őket, amint a másik hely kirepül sejtjeikből és az életük darabokra hullik. Szorványosan élnek, egyik világból a másikba taszítják őket erőszakos, kiszámíthatatlan robbanások. Néhány másodpercig ennek a világnak a teremtményei aztán elszakadnak és megszűnik a fizikai létezésük. Ettől az ördögi világok közötti oda-vissza lögdösődéstől teljesen megörültek már. Elrendeltem az érintett területek lezárását, és nem engedem hűséges munkásaimnak, hogy bemenjenek. Ezek már elátkozott helyek, a sikertelen kísérletek helye, a félelem és gyűlölet szellemeié. Fél. Boss. Gondoldát! Na most biztos beszartatok. Na mi van FLD? Stars. But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Landis, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? 1999. február 17-e. Most miért? És én azt mondtam nekik, nézzétek drágáim, látjátok? És ők azt mondták, igen apu, igen, látjuk. Magas, viharvert tetője egy meredek oldalú piramison olyan, mint az egyiptomiak. Kövek hullanak a csúcsáról, indák kúsznak körbe egymárba fonva a stukkó kígyóit, amelyek a lépcsőkön tenyésznek. A csend tapintható, a múlt súlya. És ez, itt, ez az a hely, ahol a király ült. És itt laktak a papok. Ez a ház, ez a halottak háza. És itt, ahol besüt a nap, ez az, ahova ez, az, el, nem fogyasztott szíveket dobták. Nem, drágáim, biztosan nem voltak barbárok. Ők azt hitték, hogy az égbolt a fejükre esett, és őszintén hittek abban, hogy a véráldozat az egyetlen módja, hogy ezt megelőzzék. Talán, drágáim. Talán mindenben tévedtek. Vagy talán az lett a tragédiájuk, hogy egyszerűen nem tudtak elég vért kiontani ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy az ég a fejükre essen. Indeed he does, the poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you said about things naturally, naturally, these things cannot be left to rot upon the tree, and sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. That's it, Papa. You're so near now.
kurva élet. Vacsora! Csücsök. Hol lehetünk, basz meg? Le kéne rajzolni az egész útvonalat, amit megtettünk. Vajon hol lennénk? Ez az. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Mendez. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the water. Gyere vissza, FLD! FLD, hova futsz? FLD! Ahead, the trickle to still waters. I dragged myself deeper into the temple. Downward ever, towards a wind that held the voices of my children, beckoning me to set them free. Ebből ér ki és meghurka töltő. Nézd meg a dénes kotyogósa, amióta keresi. Egy ilyen malacmaszk. Egy ilyen malacmaszk bevillant. Nyílt az ajtó len.
Nem volt ott az előbb? Biztos. Hát voltak róla feljegyzések, hogy milyen élőlény. De már nem tudom visszamondani neked pontosan. Le kell mennünk ott. Ennek mi értelme van ennek a helynek? Egy bo... Nem volt itt semmi.
Puh. Táncolnak a gyerekek. A lépcső meredek. Juhosnál elcsattant. ...1899. március 15. A hálóhelyemen gubbasztok, nagyon betegen és izzadva. Körülöttem takarítják a szobámat, de csak a legnemesebb kőből jövő hangot hallom. Énekel nekem, és én egy nagyszerű gépről álmodom. Új világot fogunk építeni a régi romjain. Virágokat fogunk ültetni a rothadó bordák közé, hogy növekedjenek és megtartsák az eget. Emlékszem, hogy suttogott nekem, ahogy betegen és megcsömörlötten forgolódtunk. És emlékszem, amikor megérkeztünk Southamptonba, és mindketten zokogtunk, mivel mindez ugyanannyira megszentségtelenítés volt, mint ahogy korábban énekelt nekem. Aztán Londonba jöttünk, és feltettem a kandalló párkányra, bementem a házba, összegyűjtöttem a szolgákat, és nekifogtam az átalakításuknak, aztán kimentem a kertbe, és elástam azokat az apró, széttört koponyákat a rododendron lecsüngő ágai alá. Jó, mi nem illetéktelenek vagyunk. Még lejjebb, lejjebb, lejjebb. Hát azért vízvezetékszerelőként nem jönnék ide ki. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Azzeg, meg kellett volna jegyezni, mi?
azokat is lehetett állítani, nem? Azt hiszem, hogy majd azt kell állítani. Látod, hogy lehet ezeket. Akkor mi van? Köszi, Volga. Örülök, ha tetszett. Set the future upon the path to redemption! Where are my children? You promised me my children! My time is come, Maw Pig! Maw Pig! Boys. Boys. I'm sorry. I'm so sorry. Mi van? Mi van? And emerging, I raised my head to an uncaring sun, and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. December 29. Újra alkothatja magát egy ember? Darabra érje, tépheti-e magát egy ember az utolsó sejtekig, amikor rájön, mi vélet, hogy aztán újra kezdhessen? Ennyi lenne a lelkünk, apró fogaskerekek és óramű apró szerkezetek, amiket szükség esetén új feladatra lehet átállítani? Megteheti-e egy ember, aki cselekedetei határoznak meg, amelyektől már maga is undorodik, hogy szabotálja a testét, a saját gépezetét, míg lelkének gyermekei új életre nem kelnek, és egy új napra ébredhet, egy új esztendőre, egy új évszázadra reménnyel a szívében? Ahogy a kilógó drótokért nyúlok, megkérdem magamtól. Lehetséges a megváltás egy olyan lénynek, mint amilyen én vagyok? Ha nem, akkor egész biztosan jobb meghalnom saját alkotásaimmal együtt, mint szörnyként tovább élnem.
Where are they? Where are my children? Why do you ask, Mandus? You know the answer well enough. Ez 1899. augusztus 31. A gyerekek tényleg a legcsodálatosabb, leghasznosabb teremtmények. Az árvaház szerencsétlenjei nélkülözhetetlenek bizonyulnak a nagyobb gőzcsövek kitisztításához. Úgy tűnik, a mészárlási procedúra anyaga el tud párolni rögtön a keletkezésekor, de porként sodródik át a levegőn és a csövek üregein eldugaszolva azokat. Időközönként lekapcsoljuk a nyomást és beküldjük az egyik manót a csövekbe, hogy levakarja a lerakódott zsírt. Egyetlen levágott nyelű seprővel felszerelve merészkednek be kis felfedezőink a sötétbe. Persze, csak egy kis ideig tudjuk alacsonyan tartani a nyomást, ezért gyorsnak kell lenniük. Különben csapdába esetnek és megfőhetnek a rendkívül forró gőztől, amint az visszaáramlik a rendszerbe. Aztán beküldjük a bajtársaikat, hogy lekaparják a kihüllő tetemet. A túlélők azt mondják, a komplexumon belül, a csövön keresztül mindenféle helyet elérnek. Mosolygok, és azt mondom nekik, nagyon büszke vagyok rájuk, aztán megetetem őket a disznókkal. De amúgy akkor most... Will it hurt them? A cleansing fire always burns. Most akkor miattam haltak meg, vagy? But it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me. December 1. Van egy kanálnyi orvosság, mondom, és ez egy ezüst kanál, amelyel a kezedben születtél, igazán fájdalmas volt anyádnak, de nagyon erősen fogta egy kis vörös ordító ököl. Később a kanállal gödöt ástál a kertben, hogy eljuss Mexikóba, aztán grisztákat ettél a kanaladdal útközben, hogy dagadt maradj. Ez ugyanaz a kanál volt, amit az ikreidnek adtál, aztán arra használtad, hogy lyukat válj óra műszerű lelkükhöz, és úgy etted meg a szívüket, mint a levest, hogy hájas maradj. Kis kövér vakont, hova ásol legközelebb, kérdem én, te és a gyermekeid ezüstgerincéből készült kis ezüstkanalad, melyet kedvesed hajába burkoltál, édes, drága Jézus, egyetlen Lilibetem, mivé váltam? Thank you.
akkor nem tudom fölmenni, nem tudok. Hol mennek a kerekek? De ha csak, akkor ezt kell majd csinálni, csak a túl nagy volt az a kerék. Szlámák. Júj. Piggy, 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 piggy. És a koldulás. Redemption is at hand. Enter the cleansing and set your souls free.
1999-1923. A tükör előtt állok, magam adámulom, én veszőmmel a kezemben, és a tükörképen rám vigyorog száját tele mustárgázzal. De hiú bolond, unyulódik. Tényleg annyira más vagy? Tényleg azt hiszed, hogy gonosz alkotásaid nagyobbak bármi másnál? Csak egy gyenge ember vagy a kor terméke, ugyanolyan, mint bárki más. Ez a birodalom, te kretén, ez a gyilkos őrület ennek a társadalmi darwinizmusnak a természetes következménye. Ha te gonosz vagy, akkor a világ is gonosz. Egyszerűen hagyod, hogy a vér az utcákon folyjon ahelyett, hogy elrejtenéd a szegény házban? Nálad a penge és magad vagdosol vele otthon, nem fizetsz másnak, hogy megtegye helyetted ott, ahol nem láthatod. A gonosz is vagy legalább, őszinte gonosz és, te ettől leszel übermensch. Így aztán megmosom a kezem és bedőlök az ágyba. Ez konkrétan a medvedisztó emberekről szól.
free. Yes, my friend. Drained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good? The worthy? How will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. Ajaj. Meddig lett? I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. De mit csinálsz? Stairs towards the red light of the nursery, sunset in the window like a bleeding sky, the horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood
his mind. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders? Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Életbe baszni. Az Isten nyila. Vákumos zsigerelő. Kolbásztöltő. Itt van, tessék. Mondtam, bazd meg. Mandusz feldolgozó üzem. Mm.
Soul to spare you this world and its loan. Oh, my children. My children. What have I done? What have I become? I will put it right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Ellenőrzés 1928. A Temze szennyében felszínre kerülő felpuffadt holttestként törnek elő az emlékek. Rájuk nézek, halott anyjuk vére borítja őket, kis malackákként sikítanak pólyájukban, szívem pedig ismét megtelik óriási szeretettel és felőrlő gyűlölettel, amilyet sose tudtam volna elképzelni. Ezen a ponton tört volna ketté a lelkem, létrehozva őt? A lelkem tojása volt ez a pillanat, amelyben a nagy óra ketyegni kezdett. A megváltáshoz vezető egyetlen út az lenne, ha újra egyesülnénk, ha összeraknám magamat, bezárnám a nagy kört, és még egyszer a szívembe fogadnám azt az őrültet, és megbocsátanék neki és magamnak is. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Mantis, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mantis, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade and gas. Benne is volt létre, csak nem láttam.
future, I will destroy you. Stop him! Stop him! Kill him! It is over. It is time to end this madness. Humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming centuries would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Szóval zongora. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into faith. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their stamps into your ribs. And they will eat your heart. Snow for your children. Thank you.
I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. És akkor ez volt a Amnézia. Machine for Pigs. A sztori pedig ugye teljesen egyértelmű volt.